Itt is van velem Young G. Szia, köszöntelek sziasztok. A magazinban. Gratulálok a kliphez nagyon és a dalhoz köszönöm. Is. Nagyon, nagyon jó lett, nagyon hangulatos a klip is, gyönyörű. Ugye te jártál már itt nálunk, még mielőtt a klipről beszélgetnénk és a dalról, jártál már nálunk januárban, utoljára. Nem most volt. Mi történt veled azóta? Hát, nagyon sok minden. Például? Például én rengeteg videóklipet forgatok egyébként mai napig. Folyamatosan talomba vannak ezek a dolgok. Ez is egyébként már 2 hónapja ott pihent a szerveren. Arra várt, hogy egy olyan aktuális időpontra, ezt inkább ilyen nyár vége felé szerettük volna tervezni például ezt a videóklipet, hogy ez visszatekintés a nyárba. Ugye ma is rólad álmodtam, arról szólt a nyár, amiről szólt, hogy összejöttem pont egy lánya, vagy egy lány egy fiúval, és én folyamatosan dolgozok mindenen, mint a webshopomon, a saját egyedi ruhákkal, mint a videóklip. Most már azt tudom mondani, hogy nem csak a kamera előtt állok, hanem most már előtte is, meg háta mögött Igen, is. Erre rá akartam térni, hogy elég kreatív munkát végzem, mert hogy forgatókönyvírás igen, is, hogyha mindent. Jól tudom, illetve igen. rendezés mindent, is. Igen, és most már olyan szinten, hogy már vállalok is ilyeneket különböző előadóknak, akik így megkeresnek, hogy nem-e tudnék valamit csinálni ebből és ebből a számból. Csak nagyon nehéz, tudod, szóval, hogy sokat foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon régóta benne vagyok ebben a dologban, de úgy nehéz, hogy ott vagy a kameránál, tudod, hogy kínálod, és visszaállsz, és mosolyognod kell, és ott is legyél, itt is legyél, lássad képbe, mit csinál. Én ugyanígy a vágási folyamatokat is végigkísérem. Van egy, most egy úgymond cég, a JMM, a Young Movie Making, egyébként ez Young Money Magnetnek indult, fiatal pénzmágnesnek tartom magamat. Így szerényen, igen. És a Young Movie Making, vagy Maker, ez a videóklip gyártásával foglalkozik, de mellette egyébként most készítjük el azt a csapatot, vagy már nagyjából össze is állt élőzenekarral akarunk majd jövőre nagyon sok helyre járni, mert nálam még valójában így a fesztiválok néha-néha kimaradnak. Jönnek nyaranta fesztiválos bulik, de elenyésző, inkább klubos megjelenéseink vannak mai napig. És most ezen változtatni akarunk, egy iszonyatosan jó csapat jött most össze élőzenében, és az egész országot szét akarjuk haknizni ezzel majd, úgyhogy ezen is megy, de mondom, nagyon sok mindent felemészt minden munkám belőlem, főleg úgy, hogy én ilyenkor már otthon szoktam lenni a kis drága gyermekemre, és akkor kis fürdettem a kis hát valagát, és fektetem. Egész táv nevében elnézést kérünk tőled, de nagyon örülünk, hogy nem. Itt vagy. Ezért voltam csak januárban utoljára itt, szóval, hogy amikor tudok, persze, jövök, szeretem is, amikor a szólódalaink. Egyébként nagyon kevés az a tévécsatorna, akik azért hívnak be, ami a munkásságod. Hál' Isten, hogy ti még ilyenek vagytok, úgyhogy ezt becsületre méltó. Akkor nagyon szépen köszönjük az elismerést. Maradva a munkásságodnál és a dalnál, említetted, hogy ez egyfajta visszatekintés a nyárra, és ezért ez egy elég romantikus dalra sikeredett, és szövegre, és látványvilágra. Te ilyen vagy egyébként? Hát az egyik részem ilyen, a másik nem. Igen, hát én szeretem, hogyha otthon a felesége vagy egy vadállat, egy érzékeny, egy fiatal hölgy, meg háziasszony, és én mind a hármat kultiválom, szeretem. Egyébként romantikázni kell, egy lány csak úgy tudsz elhódítani, nem csak a rózsáiddal, hanem a szövegeiddel is, a megjelenéseddel, az attitűdeddel, tüdöddel, valami. Amivel, tüdőddel. Igen, tüdőmmel. Szóval, hogy ez nagyon fontos számomra is, hogy de ez ugyanígy oda-vissza működik a lánytól fiúnak, fiútól lányig, és ez egy pont olyan szám, amikor egy friss kapcsolatban benne vagy, és valami kis baki miatt egy Facebook üzenet, jó, nem. Vagy bármi igen, kis baki miatt egy kicsit nézeteltérés alakul ki köztetek, kicsit vitatkoztok, szétmentek, és hogy annyira hiányzol, és olyan jó veled minden, de hogy majd ne haragudj, gyere ide, hadd csókoljalak meg. Szóval, hogy nagyjából erről szól ez a szám. Akkor most a tartalom mellett beszéljünk a látványvilágról is, ugye nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon színes, ahhoz képest, hogy egy romantikus dal, mozgalmas is a klip. Hogy jött ennek az ötlete? Ugye a refrén adta Burai Krisztián, nagyon jó barátom, ő csinálta az alapzenét, és sokat hezitáltunk, hogy valójában a szövegvilága is hogy álljon össze. De a szövegvilágát, hogyha nézem,
ugye ez egy visszatekintés a kapcsolatban, és ezt mindenféleképp én úgy akartam megjeleníteni, hogy képek alapján, kimerevített képek alapján visszatekintsünk úgymond a múltba. Volt egy meghatározó része, egy nyaklánc, ami az elejétől végig képviselte azt, hogy ez az összetartozásnak a jelképe akár, vagy a kapcsolódásnak, és mindenféleképp úgy akartam, hogy egy kis vita legyen benne, bár a regivel nagyon nehéz összeveszni. De... Igen, ti már egy elég összeszokott páros vagytok, dolgoztatok már együtt. Így van, sokat dolgoztunk, mint RMB All Starson is, amikor együtt jártunk fellépni, meg ugye az előző videóklipbe, a Sablonba is, és még ez a videóklip is, meg hát ugye rengeteget jártunk stúdiózni, és esküszöm, ne haragudj, hogy közben oda nézek fel, de én nem szoktam visszanézni a videóklipjeimet, és nézd, mi a hiba? Én ott látok még egy kis hibát. Keresed a hibákat egyébként? Nem, de próbálok a tökéletesre hajazni, de amikor már úgy, hogy jó, van még valami, jó, csináld, rakki, oké, menj el. Szóval, hogy annyira azért nem. Kell egy kis piszok bele mindenbe szerintem, mert úgy jobban eladható a dolog. Szóval, hogy visszatérve a videóklipre, hál' Isten, hogy ebből a szempontból, amikor a gerince már megvolt, hogy a nyakláncos sztori, akkor már ezeket a dolgokat, a biciklizést, a fagyizást, kapcsolati elemeket, ezeket... Jött magától. Igen. Még annyit áruljál nekem gyorsan így a végén, hogy mikor találkozhat veled a közönség következő alkalommal? Most szombaton, azt hiszem, két helyen is, de az egyiket tudom, itt a Műjégpályán a Ligetben leszünk Budapesten, lesz egy ilyen jó kis streetball fesztivál, és... Munkám folyamatosan Nagykálóba, Kisvárdán, Nyíregyházán, úgyhogy járkálunk. Hát akkor kitartást kívánok ehhez a sok mindenhez, köszönöm, amit csinálsz. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Sziasztok.